Breznai Dani e-sportoló, a Room News következő vendége, aki azt mondta, hogy a zenész jelzőt ne tegyem hozzá a nevéhez, mert hogy csak zuhany alatt zenél, de hát mégiscsak egy élősónak voltál a résztvevője, majd erről is beszélünk. Szia Dani, hogy vagy? Szia, köszöntök minden kedves nézőt is, köszönöm szépen, remekül vagyok. Itthon vagyok, szimulátorozom ezt a fajta versenyzési módot, még nem vették el tőlünk. A karanténban ezt lehet igazán űzni. Sőt, hát azért egyre nagyobb reflektorfény vetül erre a sportágra, meg én azt gondolom, hogy ha ennek az egésznek vége lesz, akkor még nagyobb, vagy még inkább előtérbe fog majd helyeződni az e-sport és az elektromos autózás is. Mesélj egy kicsit, légy szíves, a karrieredről, hogy kezdődött a te pályafutásod, hogyan lettél e-sportoló? Egy jó 10 éve kezdődött el, 8-9 éves lehettem, amikor apukám megvette az első autós játékát, mert szerintem először magának szánta, de én egyből megpróbáltam őt ott legyőzni. Először billentyűzeten játszottunk, de hamar rájött, hogy kormánnyal az élvezetesebb, szóval bementünk a legközelebbi üzletbe, és megvettünk egy tök kis olcsó kormányt, amivel azért már lehetett kicsit életűben játszani, de nem volt semmilyen erő visszacsatolása. És én sokat gyakoroltam, hogy legyőzzem őt, és egy idő után ez sikerült is, és aztán motivált lettem, és elkezdtem legyőzni másokat is, barátokat, akiket szereztem közben az online közösségben, és teltek múltak az évek, és eljutottam egy nagyon magas szintre, és 2017-ben, amikor a Forma 1 bejelentette az első hivatalos szervezésű F1 e-sport szériát, én voltam az első között, aki fel is regisztrált erre, és jó eredmények után sikerült magamat kiválasztatnom azokkal a csapatokkal, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt 2-3 évben. Szóval röviden ennyi az én pályafutásom. Mindig is szerettem a motorsportot, de nem volt nagyon anyagi lehetőségem semmilyen formájú versenyzésre, még gokártozásra sem. Szóval tényleg azzal a 10.000 forintos kormánnyal, amit nyüstöltem 10 éven keresztül, megpróbáltam kiélni versenyzői vágyaimat, és gyakoroltam, és hát most eljutottam valahol, ahol ma vagyok, és még nem tudom, mi vár rám, de izgatottan állok előtte. Segítsenek, légy szíves, aki hozzám hasonlóan tök laikus így az e-sport világában. Mit jelent az, hogy egyre magasabb szintre jutottál? Ezt úgy kell elképzelni, mint a valódi versenyzésben, hogy egymásra épülő bajnokságok vannak, és folyamatosan tudsz szintet lépni, vagy egyszerűen rajtad múlik, hogy hova nevezel be? Nincsenek egymásra épülő bajnokságok, szóval úgy nem lehet szintet lépni, a szintlépés ez itt nyers tempón alapszik. Az a csodálatos ebben a világban, hogy itt tényleg bárki összehasonlíthatja magát bárkivel a világ bármelyik pontján. Az autók teljesen egyenlőek, nincs a gumik között sem különbség, mármint az adott keverékek között nincsen, hogy egy gazdagabb csapat a szabad edzésekre is felrakja a vadi új gumit, és ahhoz beállítja jól az autóját, és ezért még egyen szériákban is a valóságban vannak különbségek csapatok között, ezt láthatjuk, pont emiatt az anyagi és mérnöki előny miatt. Ez az e-sportban nincsen. Az e-sportban vannak különböző bajnokságok, ahova te eldöntheted, hogy jelentkezel-e vagy sem. Van általában egy határidő, hogy mennyi időn belül kell teljesítened egy adott programot, és össze lehet hasonlítani a világ bármely játékosával, hogy te mennyire vagy gyors az adott programon, akár versenyszimuláció, akár egy időmérős kört kell valahol csak teljesíteni. Hasonlóan, mint például most a Mihelis Norbis e-sport kvalifikáció a Race Room nevezetű játékba, ott például csak egy kört kell teljesíteni, erre van egy heted, és a leggyorsabb 24 jut be egy kvalifikációs versenyre. És ilyen bajnokságok vannak mindenféle platformon, az F1-ben is voltak, én arra jelentkeztem, azt tűnt a legnagyobb lehetőségnek számomra, abban a játékban voltam otthon, és éppen ezért ott is lettem sikeres. Ennek van bármilyen anyagi feltétele, vagy tényleg csak azon múlik, hogy mennyire jutsz előre, hogy mennyire vagy jó, és mennyire vagy gyors? Az én példám mutatja, hogy sokkal olcsóbban el lehet indítani egy e-sport versenyzői karriert, amit akár későbbiekben pár magyar példa mutat, hogy valós versenyzői karrierre is lehet fordítani, mint egy valós versenyzői karriert. Ugyanis az én kormányom, amit használtam 7-8 éven keresztül, azt tényleg nem haladta meg a 10.000 forintot, és egy teljesen alapszámítógépünk volt otthon, egy jobb videókártyával, de ezek az autósportos játékok nem rendelkeznek nagy gépigénnyel, nem nagy a pálya, amit le kell szkennelni.
nem egy ilyen nyitott terű kalandjáték, mint pár más program. Szóval elég alacsony az a minimum szint szerintem, és nagyon sok család már Magyarországon is megteheti, hogy ezt megüsse, hogy el lehet indulni. Ezért egy sokkal racionálisabb versenyzési lehetőség, vagy költséghatékonyabb versenyzési lehetőség, mint a valós versenyzés, úgy gondolom. És nincsenek is nevezési díjak? Nincsen semmire. Amikor én bekerültem 2017-ben a legelső hivatalos szervezésű e-sport szériára, ott is miután kvalifikáltam magam, az utazásaim és meg minden ételital ingyen volt Londonban, amikor 2017-ben kiutaztam a legelső LAN eseményemre, ami már egy személyes részvételt igényel, és egy arénában egy térben játszanak a játékosok. Oda se kellett saját pénztárcából egy forintot sem kiadni, ugyanis az már minden a széria által volt finanszírozva. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan versenyek, amit mondjuk otthonról ebből vagy ezzel a szimulátorral tudsz teljesíteni, és vannak olyanok, ahová utazni kell, ahol egy teremben vannak a versenyzők? Igen, általában a döntői a nagy eseményeknek már utazásos alapúak, de oda már a széria utaztatja ki a versenyzőket. Magyar e-sportolók is megjárták már ezt. Gran Turismo nevű játékban például Patrick, a Williams e-sport versenyzője, ő több helyen járt a világban, azt hiszem Tokióban is megfordult, Malajziában voltak a VTCR-es srácok, a Mira e-sport csapattal, és nyilván ezek az utazások már mind a szériák által vannak állva, de ezt megelőzőleg több 10 000, akár több 100 000 embert magad mögé kell utasítani platformtól függően, ugyanis nyilvánvalóan csak a leggyorsabbaknak adódik meg ez a lehetőség. Mi volt a legeslegjobb eredményed? Mire vagy a legbüszkébb? Szerintem a legelső e-sport szezonom a Mercedes-es konstruktőri első hely és az egyéni világbajnoki második. Az egy nagyon-nagyon domináns év volt. Gyakorlatilag nem volt senki, akinek egyáltalán esélye lett volna minket legyőzni. Nagyon komoly érzés volt úgy felállni egy rajtrácsra, amire azt megelőzőleg 67 000 ember pályázott, ugyanis annyi jelentkezője volt egyéni játékos szinten ennek a szériának, hogy az első versenytől kezdve tudtuk, és ez nagyon egoisten hangzik, hogy senkinek nincs esélye ellenünk. Olyan előnnyel álltunk ki a rajtrácsra, hogy mindenki csak nézett minket, és nem értette, hogy mi van. És hát ott három esemény volt abban az évben, és az első eseményen mind a három futamon 1-2-ben értünk be, ami elképesztő. Úgy, hogy egyenlőek az autók, tényleg senki máson nem múlott, csak a versenyzőkön, de nagyon sokat együtt dolgoztam a csapattársammal, rendkívül tényleg több száz órát, több ezer órát töltöttünk el az év folyamán az autóbeállításokkal, a szánydőlészőggel, kerékdőlészőggel, hasmagassággal, felfüggesztés keménységével, guminyomással, minden, ami egy Forma 1-es autón megtalálható. Annak ellenére, hogy a Forma 1 hivatalos szoftverje nem annyira szimulátor, mint például egy-két nagyobb program, mert egy nagyobb célközönségnek van tervezve a határon autózni, és a legjobbnak lenni ennyi ember közül bármilyen programmal, bármilyen műfajban igazán kiváltságos és nehéz dolog, az már csak a nagy számok törvényei alapján. Szóval az nekem mindenképpen az életem egyik legszebb emléke azóta is, mivel az tényleg egy olyan dolog volt, amiért keményen dolgoztunk, és utána kifizetődött, és jó volt ezt látni, hogy gyakorlatilag a semmiből elindulva egy nagy álommal, hogy egyszer én majd valamilyen szinten a magyar motorsport és esetleg még a Forma 1 része is lehetek, eljutok egy olyan szintre, hogy egy ekkora globális márkát reprezentáljak, még ha csak a virtuális világban is, de nagyon-nagyon sok szempár előtt. És ez akkor realizálódott bennem legelőször, és ez nagyon megtisztelt, és nagyon büszke voltam, hogy ilyen eredményekkel tudtam reprezentálni a világ legjobb motorsport csapatát, mert ezt ki lehet mondani, hogy már a Mercedes vált a világ legjobb motorsport csapatává, bármit megnyernek, Formula E-ben is vezetik a bajnokságot, úgyhogy legelső szezonjukról beszélünk. És ők választottak ki téged, vagy volt valamilyen pályázat, vagy verseny, ahol nyertél, és úgy kerültél hozzájuk? Ők választottak ki engem. Azt kell tudni, 2017-ben az e-sport bajnok
Brandon Lee már ott volt náluk, a bajnoki címet megnyerően őt leszerződtették. Én ővel elég jóban voltam, és online többször is legyőztem, de nagyon sokat gyakoroltunk együtt már azelőtt, hogy én hivatalosan Mercedes pilóta lettem volna. Szóval feltételezem, hogy ő is úgymond beajánlott engem, de volt egy ProDraft nevű esemény 2018-ban, ahol a nagyon sok jelentkezőből a legjobb 40 embert kivitték Angliába további megmérettetésekre. Itt már jelen voltak fizikai megmérettetések is, valós versenyzés is, mint például gokártozás, meg természetesen versenyzés a virtuális világban, és ebből a mezőnyből tudtak a valós Forma 1-es csapatok választani játékosokat, nem feltétlenül a nyers eredmények alapján, saját szimpátiájuk szerint. Valakit behívtak interjúzni, van, akit csak úgy kiválasztottak, és a Mercedes is pont így kiválasztott engem, elhívott egy rövid kis interjúra, úgy találták, hogy én vagyok a legalkalmasabb arra a pozícióra, amit ők ajánlanak, és nyilvánvalóan ennek én nagyon örültem. De ezt egy kvalifikáció előzte meg, amire szintén bárki jelentkezhet, tett akkor. Számította erre, vártad ezt a felkérést? Pont tőlük nem, őszintén, de azt igen, hogy egy bármilyen csapattól, vagy bármilyen csapat kiválaszt majd engem, ugyanis elég jó volt az eredményem, azt hiszem top 3-ban voltam a kvalifikáción is a legjobb 40 közül, szóval úgy akkor a világ top 3-ba tudhattam magamat, amikor megtörténtek ezek a kvalifikációk. Szóval gondoltam, hogy nem fognak szabadon hagyni elfutni, mert gyakorlatilag bármilyen csapat kiválaszt egy gyors játékost, akkor az a csapat gyakorlatilag nyerő csapat lehet. Teljesen mindegy, hogy a Williamsről beszélünk, vagy a Toro Rosso-ról. Amint megadja a csapat azt a minimum felszerelés igényt a játékosoknak, ami egy ilyen szériához való felkészülés erre fontos. Onnantól kezdve igazából csak a játékosokon múlik a csapat sorsa. Itt egyelőre még nem tudnak nekünk segíteni mérnökök, nem tud segíteni bárki, ugyanis annyira nem élethű a játék, hogy komoly mérnökök számítási alapon tudjanak minket gyorsítani. Magát a programot meg mi ismerjük csak a legjobban, mivel mi játszunk vele a legtöbbet. Éppen ezért beszélünk például Brandon Lee-ről, aki bajnok lett a Mercedes-szel, ő a Williams-szel is bajnok lehetett volna. Szóval egy jó versenyző egy csapatnak a virtuális térben garancia a sikerre, és valamilyen szinten mi vagyunk a legfontosabb pontja a csapatnak, míg például a valóságban egy jó mérnök sokszor többet jelenthet, mint egy jó pilóta, mert látjuk, hogy Lewis Hamilton a valós Form 1-ben sorra nyeri a címeket, de higgyük el, hogy erre ugyanúgy képes lenne Valtteri Bottas is, ha nem lenne ott Lewis Hamilton, nyilván ő a jobb a kettejük közül, ezért ő viszi csapaton belül a prímet, de egy jó autó elengedhetetlen a valóságban a sikerért, míg az e-sportban nem. Egy e-sportban bármilyen autóval egy jó pilóta kell, hogy az adott márkát a legfelsőbb szintre tudja terelni. És itt is vannak átigazolások, hogy küzdenek a csapatok a pilótákért, meg hogy a pilóták is próbálnak helyezkedni? Igen, jobb pilóták esetében az előbbi állítása van jelen. Minden csapatnak fontos az, főleg ekkora összdíjazásokkal. Tavaly e-sport széria 250 ezer font volt az összdíjazás, ami a legjobb 5 csapat között oszlott el. Szóval itt komoly pénzek forogtak kockán is, hát gyakorlatilag a versenyzők hozzák a pontokat, ahogy már beszéltünk róla. Szóval nagyon fontos a csapatoknak, hogy a legjobb pilótákat levadásszák. A pilóták, akik meg a mezőny hátsóbb részében helyezkednek el, meg ők próbálnak csapatokat keresni kicsit jobban, ott egy fordított felállás van, hogy további lehetőségeket kapjanak a bizonyításra. Szerencsére eddig lekopogom folyamatosan, top 3-ban szerepeltem az elmúlt 3-4 évben, szóval nekem előbbi a helyzet, és ez így jó. Éppen ez történt amúgy a Mercedes után, most már ugye nem velük versenyzem, hanem az Alfa Romeo-nál, ugyanis ővelük tudtam egy hozzám közelebb álló megállapodást kötni a 2018-es szezon végén. Szóval igen, ebből a szempontból teljesen hasonlít ez a valósághoz.
Kaptok fizetést, vagy pedig amit említettél, hogy vannak pénzdíjas versenyek, és akkor amit magadnak ki tudsz kaparni, akkor az a tiéd, és a csapatcserében minden hátteret megad neked? Sok szériában úgy van, ahogy most említetted, hogy a pénzdíjazásokból kapnak a versenyzők, és akkor az tényleg egy teljesen teljesítmény alapú díjazás. Nálunk, vagyis nálam ez már nem így van, nekem van egy stabil fizetésem, szóval ez a teljes értékű munkám, és nyilván ezek mellett a pénzdíjakban lehet kapni bónuszokat, de amúgy pont én inkább olyan szerződésekre hajazok, hogy őszinte legyek, ami nem ezeken alapszik. Nem azért, mert félnék, hogy nem teljesítek, de ahhoz, hogy egy normális jövőképet tudjon számolni egy adott egyén, ahhoz szerintem a kérdőjeleket el kell tüntetni, és inkább biztos számokat felírni a papírra. De igen, vannak olyan szériák, ahol a versenyzők abszolút nem kapnak fizetést, csak amit nyernek, vagy ami az ő százalékuk. Ez nem így van. Az is lehet, hogy nálam legalábbis, de lehet, hogy az adott szérián belül is, e-sporton belül is vannak ilyen játékosok, akiknél ez így működik. Én erről annyit nem tudok, mert nem kérdezgetek mindenkit körbe. Ez még változó. De igen, vannak játékosok, akik stabil fizetést kapnak kisebb bónuszokkal, vannak, akik stabil fizetést nagyobb bónuszokkal, és vannak, akik semmi fizetést, csak bónuszokkal adott eredmények után. Viszont mindenek ellenére ez mindenképpen egy nagyon teljesítményorientált világ, mivel hát ha belegondolunk, a 2019-es szériában már 109 ezer ember próbált kvalifikálni, 67 ezer volt a legelsőben, szóval duplázottak a számok. Na most abba kell belegondolni, hogy mögöttünk gyakorlatilag több mint 100 ezer ember lohol, teljesen egyenlő feltételekkel, teljesen egyenlő autókkal, eszméletlen közelé a mezőny. Sokszor több száz ember van egy másodpercen belül, ilyen a valóságban sosem fog előfordulni, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a motivációja folyamatosan fent maradjon a versenyzőknek, és nyomni kell, mert lehet, hogy egy évben kiválóan teljesít, de ha kicsit alább hagy a lendület, akkor utána nagyon hamar ki lehet esni a szerződésekben, meg a csapatok preferenciájából, ugyanis van mögötted rengeteg opció, aki egy jobb szezonban elkaphat téged, és ezzel veszélyeztetve a helyedet. Ilyen például Sven Zörner 2017-ben a német játékos világbajnoki harmadik volt, és 2019-re már nem volt állása konkrétan, hogy a Renault-nál versenyzett, 18-ban közel utolsó lett, mert nem feküdt neki az új játék. Minden évben új programmal játszunk, amihez alkalmazkodni kell, és 19-re már nem hosszabbítottak vele szerződést, szóval azért ez egy kegyetlen világ, és tök könnyűnek tűnhet, hogy játszunk, és ez a munkánk, de ez egy nagyon teljesítményorientált dolog, és egy pillanatra, ha kiég az ember, vagy nem is kiég, hanem pillanatnyi motivációveszteség után már ennek súlyos következményei lehetnek, és olykor az egész karrierét tönkre teheti ezt. Ugyanis mi azért valamilyen szinten, sőt, én mindenképpen a tanulmányi eredményeinkből áldozunk ezért, ha nem e-sportolnék, most éppen egyetemen tanulnék, mondjuk pont most éppen nem, mert otthonról kell tanulni, de alapból igen. És most e-sport miatt én nem mentem egyetemre, abban reménykedve, vagy ebből tudok egy hosszú távú jövőt építeni, de ez mind nagyon sok stresszel is jár, és tényleg nem játék az élet, és ezt nem értik meg az emberek általában, de kicsit bele kell gondolni a nagy számok törvényeibe. Mi egy olyan futóversenyen futunk, ahol mögöttünk van 100 000 Usain Bolt gyakorlatilag, és ugyanarra pályáznak, és főleg, hogy idősödünk, kicsit lassulnak a reflexek, és Forma 1-es mértékben minden egyes év nagyon sok század másodpercet jelenthet. Ezt látjuk a valós mezőnyben is, de főleg látjuk itt is. Kis Norbival amúgy én Forma 1-eztem, mármint az F1-es játékba, és ő is mondta, és ő egyáltalán nem idős, nagyon ügyes a szimulátorok világában, tényleg sokat játszott régen, meg ma is tök jó felszerelése van otthon, hogy mondta, hogy már most érzi, hogy neki a Forma 1-es játék maga gyors, és ezért nehezebb sokszor, mint bármilyen nagyobb szimulátor, mint például az R-faktor vagy az iRacing, aminél sokkal közelebb áll a modell a valósághoz. Egyszerűen azért, mert nagyon gyors maga a játék, hogy hihetetlen gyors irányváltások, óriási tempó, amit egy Forma 1-es autó képvisel, és ahogy idősödünk,
úgy egyszerűen ez az egész lassú, szóval fiatalon minden lehetőséget ki kell használni. És a másik dolog az, hogy ahogy idősödik az ember, egyre más prioritásai lesznek az életben. Neked is, tudod, van gyermeked, ahogy itt látom. Szóval egyre kevesebb időt tud eltölteni játékkal, és a fiatalok még mindig motiváltabban próbálnak törni az ember pozíciójára, szóval nagyon-nagyon nehéz, úgy gondolom azt, hogy egy 5-10-15 éves e-sportpályafutást tényleg konzisztens eredményekkel végigvigyen az ember, mert nagyon-nagyon sok tényezőnek kell összeállnia, és az egy óriási dolog, ha valaki folyamatosan megállás nélkül ezt fent tudja tartani, mert tényleg nagyon könnyű hátraesni. És ez egy nagyon összeszedetlen, hosszú gondolatmenet volt, de szerintem voltak benne részinformációk, amit úgy megértettem. Abszolút informatív volt. Min múlik az, hogy mondjuk ezt a következetes eredményt, tehát hogy ezt a folyamatos jól teljesítést valaki tudja hozni, hogy ehhez jó mérnöki gondolkodás kell, jól kell ismerni a magát a programot, vagy pedig jó autóversenyzői adottságok kellenek. Nyilván mind a három, de hogy mondjuk arányaiban melyik a legfontosabb ezek közül? Szerintem a motiváció a legfontosabb. Nagyon, ez, amit mi csinálunk, az kicsit más, mint a valóság, azt be kell vallani, mivel a valóságban például egy Forma 1-es versenyzőnek ott a szimulátor a gyárban, amit bármikor használhat, de alapból nagyon limitáltak a tesztkörülmények. Szóval egy hétvég előtt van három szabad edzés, egy időmérő és verseny, és az alatt a leggyorsabban kell alkalmazkodni az autóhoz, a körülményekhez, leggyorsabban beállítani azt, és aztán megpróbálni a leggyorsabban teljesíteni az adott kihívásokat. Nálunk ez más, mivel mi bármennyi időt eltölthetünk a szimulátorra, ez nincsen egyáltalán korlátozva, mi tehettünk 1000 kört is meg, 2000 kört is meg. És általában, aki 2000 kört tesz meg, az lesz a gyorsabb. Több beállításon mehet át, több fajta ívet próbálhat ki, több telemetria adata lesz, amit aztán elemezhet, több ötlete lesz, hogy hogyan vegye gyorsabban a pályának kanyarokat, de azt is, hogy hogyan adaptálja ehhez az autóját, és az izom memóriájába is jobban beépül minden egyes mozdulat, és éppen ezért pontosabb lesz a féktávokon, pontosabb lesz az adott szituációkban, mindenféle ívről megközelített már ennyi idő alatt kanyart, egyszerűen egy konzisztensebb versenyző lesz, éppen ezért a nyers munkaóra az hihetetlenül sokat számít. A matek tanárom mondta azt nekem, hogy a teljesítmény mindig a befektetett idő és a tehetség szorzata. És ez ebben a világban teljesen igaz. Vannak tehetségesebb játékosok és kevésbé tehetségesebb játékosok, pont ugyanúgy a valóságban is. Vannak olyan játékosok, akik hiába gyakorolnak egy évben 2000 órát, én 200 órával is le tudom őket győzni, mert egyszerűen tehetségesebb vagyok. De vannak olyanok is, akik ellen én gyakorlok 500 órát, és ő valahogy 50 óra után is egy-két pályán annyira gyors tud lenni, hogy nem hiszem el, hogy ilyen létezhet. Ez nyilvánvalóan bosszantó, de ezek ellen a genetikai dolgok ellen nem tud mit tenni az ember. Az egy örök dolog az életben, hogy megszületsz valahogy, de az igazából csak rajtad áll, hogy a szorzatnak a második felét egy milyen nagy számmal szorzod meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a legsikeresebb versenyzők mindig is arról lesznek ismertek a mi világunkban, hogy eszméletlenül sok munkaórát fektetnek bele a játékba, és nem csak sok órát szórakázással, hanem nagyon produktívan is teszik ezt. Fontos az, hogy ismerjük a játékot, ismerjük azt, hogy mivel lehet időt nyerni, mivel vesztünk időt, és az autóbeállítások nagyon fontosak, ugyanis az autók egyenlőek, viszont az autók paramétereit mi állíthatjuk be, ami csak rajtunk múlik. És nagyon fontos sok kombináción végigmenni, és érteni azt, hogy minek mi a hatása az adott játékban, nem is feltétlenül azt érteni, hogy minek mi a hatása a valóságban, mivel valamikor ez a kettő dolog máshogy működhet. És ezt mind fel kell fedezni, és rá kell jönni, hogy lehetnek gyorsabbá tenni azt az alapból egyenlő autót. És például ezt csinálta idén nálunk nagyon jól a Ferrari, akik bajnokok is lettek. Nem feltétlenül nekik volt a legjobb világverő versenyzőjük, viszont nagyon sokat gyakorolta a srác, nagyon jól megértette a szoftvert, és egy olyan beállítással köröztek a pályán végig, amiről úgy érezzük, hogy hozzánk képest legalább 2-3 tizeddel gyorsabb volt körönként, és meg is nyerték a bajnokságot. De ezt minden évben meg kell ismételni, és ez bizony inkább a motiváció kérdése, hogy tényleg
millió kombináción végigmegy az ember, és írja az Excelbe, vagy írja a kis füzetében, hogy ezzel milyen időt ért el, milyen szektoridőt, és megpróbálja összerakni a képet teljesen egyedül, hogy mi most a legjobb vonal. Automatikusan adódik az, hogy aki szimulátorban jó, akkor az a pályán is jó lenne? Vagy jó? Úgy gondolom, hogy a szimulátoros világ egy óriási medencéje a tehetségeknek. Általában a szimulátoron a legjobbak sokkal több embert utasítottak maguk mögé, mint ezt például tették a formula versenyzők. Mert hogy tényleg egy formula szezonba befizetni magadat egy F4-es csapathoz, egy F3-as csapathoz, egy gokár csapat után, ha nincsen támogatód, az rengeteg pénz. Magyarul a valóságban sok esetben én úgy veszem észre, hogy néhány tehetősebb, néhány száz tehetősebb gyermek versenyez, és azok közül kikerül a legjobb, ami nyilvánvalóan szép és jó, meg sok gyakorlás után, sok munkával, sok edzéssel ők is kiváló versenyzők, de a szimulátorosok egyszerűen egy nagyobb mennyiségű ember győznek le, szóval matematikailag nekik egy kicsit nehezebb volt a dolguk. Ami nem feltétlenül teszi őket tehetségesebbé, valamilyen szinten mégis, de amúgy nem. És láttunk sok olyan példát, amikor szimulátorosokat beültettek a valós autóba, és nem voltak fizikailag felkészülve eléggé, hogy megugorják azt a lépcsőfokot, hogy ők sikeres autóversenyzők legyenek, vagy akár túl nagy volt bennük a félelem, nem merték úgy felfedezni a határokat, mint azt teszik egy programba, aminél nem számít, hogy hányszor töröd össze az autókat. Mi amúgy félreértés ne essen, én szerintem autót a virtuális világban már egy éve nem törtem, hogy mi sem úgy megyünk már, hogy majd lesz, ami lesz, és akkor padlógázzal bemegyünk, jó, az nem sikerült, és újraindítjuk. A profi szimulátorosok már alulról építkeznek, ugyanúgy, ahogy építkeznél egy igazi autóval. Szóval nem törünk, zúzunk autókat, de ettől függetlenül azért a valóságban egy nagy tempójú autóban, ami rázkodik, amiben jelen vannak a G-erők, a szagok, esetleg a hang, a meleg, a félelem, nem minden szimulátoros lesz jó a valóságban, ez egészen biztos. De biztos az is, hogy nagyon sok a legjobb szimulátorosok közül viszont jó lesz, és fel tudja venni a versenyt az adott a valós versenyzőkkel is. Nem feltétlen egyből, de egy kis tapasztalattal mindenképpen. És erre már láttunk példákat. Például volt egy ilyen rendezvény, hogy E-Race of Champions, ami a bajnokok tornájának egy ilyen e-sportos kiegészülése volt, ahol valós versenyzők ellen versenyeztek, valós pályán a legjobb e-sport pilóták, és ilyen volt például az Alfa Romeo csapattársam, James Baldwin, aki Mexikóban Ariel Atom ilyen kis buggy-szerű autókkal elvert például azon az épített pályán, úgyhogy ő sosem vezetett még olyat, egy kétszeres NASCAR világbajnokot. Ezek mellett Enzo Bonito, a McLaren e-sport versenyzője, szintén valami ilyesmi kis Race of Champions autókkal, annak nem tudom milyen volt a fajtája. Luca di Grassi győzte le valós versenypályán, arról van is fent YouTube-on videó. Neki sem volt sok versenyzési tapasztalata, mind a kettőjüknek egy új autó volt, de egy valós autó, ami azért jól ment, néhány száz lóerő volt, egy épített kis versenypálya Mexikóban is, és az e-sport pilóta kerekedett felül. Látjuk azt is, hogy Mihelis Norbi, miután 2000-es évek elején gyakorlatilag uralta a szimulátoros közösséget, magyar szinten mindenképpen, de körülbelül globálisan is, mennyire sikeres tud lenni, talán azokból a képességekből is kicsit átkonvertálva a valóságban a túrautó mezőnyben. Szóval van nagyon sok szép történet, happy ending, tiszta Hollywood, vannak kivételek is. Szóval én nem mondom azt, hogy minden egyes szimulátor világverő lesz a valóságban, nem mondom azt, hogy én is az lennék, mert még nem bizonyíthattam, de nagyon-nagyon nagy arra az esély, hogy ez így van, mivel képességszinten szinte ugyanazokat kell felhasználni bármilyen autóversenyző szoftverrel, mint a valóságban, még ha nem is annyira életű, mert hogy mi, amit csinálunk, az tényleg telemétri elemzés. A pedálok, fék, gáz, nagyon pontos menedzselése, kormányzás pontos menedzselése, pontos féktávok, ideális ív felismerése, alkalmazkodás a körülményekhez, a versenyben az helyezkedés, pozícionálás, stratégiai döntések, képesség szinten az autóversenyzés mind a virtuális világban, mind a valóságban
körülbelül ugyanaz, lefedi egymást. Tényleg az a kicsi adhat különbséget a félelemérzet szerintem és a fizikum. Hogy azért a valóságban könnyebb elfáradni a G-erők, a nagy hőterhelés miatt, és amiatt, mert ott előfordulhat, hogy valaki zseniális e-sportoló, de fél, hogy azért egy orvosba bemenni hideg gumin vagy vizes körülmények között padlógázon, amikor tudod, hogy elvileg átmegy, de azért mégis, ha kipróbálod az életedet, teszed kockára, az más. És van, akinek ezt a lépcsőfokot sikerül megugrani, és ha igen, valószínű jó lesz, és ha nem, akkor valószínű alul fogja vezetni az autót, és lassabb lesz, de én egyelőre több példát láttam a jobb irányban, mint rosszat, de nem fogom azt mondani, hogy 10/10 mindenki zseni. De milyen érdekes, amit mondtál, hogy említetted a Norbit, hogy viszont visszafelé meg mennyire nem könnyű a váltás, mert hogy ugye amikor elindultak most az LVTCR első hungaroringi fordulóján, és pont utána beszélgettünk a Norbival, és mondta, hogy hát hogy ő azt gondolta, hogy azzal a minimális gyakorlással, amit ő belerakott, az úgy tök jó lesz, és ott lesz valahol a mezőny elején, hát aztán egyáltalán nem így volt, és hogy pontosan ő is elmondta, amit te is említettél, hogy rengeteg gyakorlás kell ahhoz, mert egyszerűen más az autó, és más a szimulátor. Igen, Norbinek most már egy szép nagy családja is van, 2 igen. vagy 3 gyermeke van? 2, igen. 2. Ezen kívül nyilván a valós versenyzés a munkája, szóval az a kis minimális gyakorlás ez nem lesz elég. Másrészt ő is kicsit elszokott már ettől a világtól. Ami fontos az, hogy tényleg még a legkomolyabb szimulátornak is más a fizikája, mint a valóság. És ehhez hozzá kell szokni, ez valamilyen szinten egy izommemória. És ehhez bizony idő kell, és befektetett óra. Szóval igen, trükkös ez a világ, és éppen ezért, amikor éven belül is lehetnek erőviszony felborulások, amikor frissítések jönnek ki ezekhez a szoftverekhez, és hirtelen változik egy-két dolog. A másik trükkös dolog a valós versenyzőknek az, hogy nekünk a kormány az visszacsatolja az erőket, meg akár a fékek is, de G-erők nincsenek. Nekünk egyel kevesebb érzékszerv kell ahhoz, vagyis mi egyel kevesebb érzékkel dolgozunk ahhoz, hogy érezzük az autót, és amikor átülünk egy valós versenyautóba, például egy gokárba, vagy akár egy UCI autót kiviszünk egy versenypályára, én is tapasztaltam, hogy a G-erők jó, hogy van, engem specifik nem zavart sem gokárban, sem nem fáradtam el annyira, mert azért viszonylag jó fizikai állapotban vagyok, de hogy az egy extra információ volt, amit úgy értékeltem, de nem volt rá szükségem, mert a kormányból, a hangokból már körülbelül éreztem mindent, mivel megszoktam, hogy nekem csak ez áll rendelkezésemre, hogy érezzek mindent. Viszont egy valós versenyzőnek nem elég látnia a tempót, éreznie kell a tempót, éreznie kell a gyorsulást, a lassulást, ahogy mozog a feneke alatt a hátsó tenge és az autó, és amikor átül szimulátorba, tőle nem adnak, neki nem adnak egy érzéket, mint mi, amikor átülünk a valóságban, hanem elvesznek egyet, szóval neki kevesebb információja lesz, mint ami kényelmes neki. Éppen ezért a valóságból a szimulátorba váltás szerintem nehezebb, mint a szimulátorból a valóságba, mivel nekünk egy érzék többletünk lesz, neki meg egy érzék hiánya, és hirtelen nem annyira érzi a tempót, és újra vissza kell lépni egy szintet, és szemmel megállapítani a sebességet, és sok gyakorlásnál tényleg a pálya viszonyítási alapokhoz felmérni, hogy mi most mennyivel megyünk, mennyire csúszik az autó, stb. És ez egy más agyi működést segít elő, de ez idő kell, mire adaptál az ember, és ez nagyon trükkös, és ezt nem is lehet megfogalmazni, de szerintem érthető. Abszolút érthető, igen. És amit említettél is, hogy Norbinak van családja, ő mondta is azt, hogy a kislányai benyitottak a szobába, és az is csúszott ki a versenyen. Neked volt valami hasonló, amikor valami teljesen szürreális zavaró tényező volt a szobában, vagy ahol éppen játszottál? Szerintem pontos versenyen szerencsére nem volt még ilyen, mert akkor mindenkinek mondom, hogy most ettől eddig ne zavarjanak, de csak gyakorlás alatt van, amikor benyitnak, valami leesik valahonnan, leborul valami, oda nézek, és akkor annak annyi, vagy beszélgetünk csapattársak, és kiabál egyet valaki, vagy elkezd beszélni valamit. Ezek mind megzavarnak minket, és akkor hirtelen időt kezdesz el veszíteni, hamar visszállhatsz a ritmusra, vagy akár tovább is kizökkenthet.
ilyen van ebből a szempontból, ez is trükk ebben a világban, ugyanis a valóságban, ha egyedül ülsz az autóban, nem tud senki benyitni ott, tényleg csak te vagy egy a technikával, és ha nem ugrik ki egy néző a pályára, vagy egy papírzacskó nem repül át, akkor annyira nem lehet megzavarva. Hát igen, legalább ennyi előnyük legyen már a valódi autóversenyzőknek, hogy nem zavarja őket senki ott a pilóta fülkében. Mi a célod? Hova szeretnél eljutni? Célom igazából egyelőre én, amit tényleg tudok vizionálni egészen pontosan, az az, hogy az F1 esportban úgymond leteszem a lábnyomomat, és valamilyen szinten azt szeretném, hogy én legyek a Forma 1 virtuális másának a Lewis Hamiltonja, vagy a Fettelje, vagy a Verstappenje, vagy nem tudom ki-e, akár többszörös bajnok, vagy többszörös futamgyőztes, de egy konzisztensen élmezőnyben autózó versenyző. Mert ez számomra karrier, ez számomra megélhetés, és ez számomra egy olyan munka, amit élvezek csinálni, élvezem azt, hogy egy Forma 1-es csapat része vagyok, kilátogatok akár versenyhétvégékre, ellátogatok bizonyos bizonyos eseményekre a gyárba. Én ebben az állásban boldog vagyok. A valós versenyzést azt mindenképpen ki szeretném próbálni, de tudom, hogy ez nehéz lesz, és tudom, hogy ahhoz nem feltétlenül járok a legjobb úton, mert ahhoz most túraautóban kéne versenyeznem iRacingban vagy R-faktorban, egy jobban elismert szimulátorban, csak abból meg jelen állapotban nem lenne megélhetésem, szóval ez a kettő ütközik együtt. Ennek ellenére remélem, hogy egyszer valamilyen lehetőségem lesz, vagy ha nem, akkor majd, ha nagyobb lesz egy kicsit nagyobb anyagi háttérrel, akkor pályanapozok valami kis magam által épített autóval, vagy nem tudom. De nyilvánvalóan a nyers vezetésért, mint szagokkal, hangokkal, gierőkkel, azt nem csak szeretném, hanem szeretem is már jelenben is átélni. Tényleg akár utcai autókkal, vagy egy jobb versenybokáltal. Szóval azt nem szeretném kihagyni, de nem tudok annyira csak arra fókuszálni, feláldozni mindent, mert az túl nagy kérdőjel számomra ahhoz, hogy egy biztos jövőt építsek belőle, míg jelenleg a Forma 1 e-sport szériájából lehet biztos jövőt építeni, és ez nekem nagyon fontos, mert hát ahogy mondani szokás, mosolyért nem kapsz kenyeret, és nagyon-nagyon jó tényleg szenvedélyesen a versenyzésért versenyezni egy céllal, de az én családi hátteremmel, a jelenlegi tanulmányi eredményemmel ezt racionálisan nem tehetem meg. Szóval ezt azért figyelembe kell tartanom. Hány éves vagy? 19. Hány éved van még ebben az e-sportban szerinted? Szerintem 30 éves korig simán lehet. Az mezőny legidősebb pilótája az 28 volt. Nem volt annyira jó, bár Belgiumban pont dobogón végzett, szóval lehetséges lehet még annyi idősen is jól menni. Hiszek abból, hogy sikerülni fog, de azért az komoly lesz, hogy 30 éves koromra, ha én kompetitíven játszom, akkor az azt jelenti, hogy már egy 25-30 ezer órát töltöttem el a szimulátorral, ami nagyon sok. Kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy fogom ezt élvezni, meglátjuk. Egyelőre már most is van szerintem már 15 ezer óra mögöttem, pedig nagyon fiatal vagyok. Csak azért, mert tényleg korán kezdtem, hogy 8 évesen, hogy 19 évesen azt mondhatom, hogy 12 éve csinálom, ami durva, életem kétharmadában. Egyszerűen engem maga a vezetés élménye megfog, hogy őszinte legyek. Sokan kérdezik, hogy vagyok például ennyire gyors időmérőm. Az lehet az egyik oka, hogy én üres pályát szeretek menni. Nagyon sokan csak versenyszimulációkat gyakorolnak legfőképpen, és akkor versenyeznek kicsit a többiekkel, úgy kicsit élvezetesebb. Mert egyszerűen üres pályán menni nekünk nagyon sokat kell, de ezt kicsit megmondják hamar. És én meg nem udom meg. Én ha egy üres pályán, akár törésmodell nélkül, tényleg megteszek 200 kört, senkivel nem versenyezve, csak saját magammal, egyszerűen nem unom meg, mert szeretem a vezetés élményét. És talán ez egy erősségem is, talán ez vezethet hosszú távú sikerekre, ugyanis ez valamilyen szinten motiválva tart, vagy motiválnak tart engem, hogy folyamatosan gyakoroljuk, és megpróbáljuk lenni a tegnapi önmagamnál, és ezért is tudok talán konzisztensebb eredményeket fenntartani, és amúgy ezt a vezetés élményt a valóságban is szeretem, hogy amikor az olasz nagydíjra kimentünk, például
1500 kilométerre lévő Monzába teljesen egyedül kivezettem pihenő nélkül, mármint egy ilyen 10 perces szünetnél, hosszabb szünet nélkül, és nem voltam fáradt, nem untam meg, nem volt vele probléma. Kamionszimulátorral is játszottam, még nem verseny, hanem rendes utcai kamionszimulátorral, még gondolom, és abban is több száz játékórában, mert egyszerűen ami négy keréken mozog, és én irányíthatom, az valamilyen nekem boldogságot okoz. És célként, visszatérve még az előző kérdésre, talán ez a legfontosabb, hogy azt csinálom, amit szeretek, vezetek bármit is, bárhol, az a lényeg, hogy abból élek valamilyen szinten, hogy én terelgetek egy járművet, ami négy keréken mozog, kormánnyal irányítva, és ez engem kielégít, és ez nekem elég, és ahova ezután vezet az élet, az már csak a fentiektől múlik. Énekelgettél kifelé, úton Monzába? Igen, előfordul, de nem annyira, mert a mellettem ülő újságírók nem mindig szeretik. Miért jelentkeztél te az X-faktorba? Igazából ők kértek meg, hogy jelentkezzek. YouTube-ra töltöttem fel pár zenés videót, és megtaláltam a casting csapatuk, és akkor mondták, hogy jelentkezhetnék, mert hogy jó esélyeim vannak, meg minden. Mondom, jó. Apukám ezt úgy, ahogy támogatta, sosem voltam semmilyen jónak az elrontója gyerekkoromban, mert mint fiatalabb koromban még mindig nagyon szerettem nézni azt a műsort, 12-13 évesen, szóval úgy gondoltam, hogy ha már így szóltak, akkor próbáljuk meg, vajon nem lehet belőle. Alapból, ha senki nem szól, nem jelentkeztem volna, de így mindenképpen egy életre szóló élményben volt részem. Imádnak a csajok? Tessék? Imádnak a csajok? Nem tudom, őszintén. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Bár én sem teszek meg sokat azért, hogy ez így legyen. Pont azért, mert szerintem egy barátnő lassít. Ezt saját csapattársaimban látom. Igen, például a Mercedes-es csapattársam az egy jó történet. 2017-18-ban bajnok lett, 19 évvel én barátnője lett, és 8. helyen zárta a 2019-es szezont. Nem véletlen egybeesés. Ez így van, hogy ha már heti 10 órát mással foglalkozol, és utána még heti 5 órában, vagy heti 10 órában munka közben is nem vagy annyira koncentrált, akkor az annyi, hogy én nem szeretném magamat lassítani, bármennyien kegyetlenül is hangzik. Kicsit karrierista módon közelítem meg ezt a dolgot, de engem ez így boldogát, ez boldog vagyok egyedül, szóval nem annyira keresem most a romantikus kapcsolatokat, hogy őszinte legyek, mert nem gondolom úgy, hogy ez megéri nekem, és ez egy ilyen nagyon antiszoc gamer behatást kelthet, de ilyen az élet, a legtöbb vállalkozó szellemű üzletember, Steve Jobs, Elon Musk, visszanézzük a pályafutásait, akik valamiből a világon a legjobbak szeretnének lenni, áldozatokat kell hozni, és ez így van, nem lehet mindent egyszerre megenni a tortáról. Hát meg majd 30 éves korod után addig szimulátorozgatsz, megnyersz mindent, amit lehet, mindent elérsz, amit lehet, aztán utána lehet majd csajozni. Ja, igen, hát azért túl későn is félelmetes elkezdeni. Nem mondom, hogy teljesen ki kell zárni a dolgokat, de mindenképpen bárkivel kapcsolatban vagyok, én őszintén kommunikálom, hogy nekem vannak prioritásaim, és mondom, az az idő határa, minél többet én nem áldozom erre. És akinek nem tetszik, az ettől megijed, és friendzone, vagy legyünk csak barátok, vagy nem tudom mi, aki ezzel tud együtt élni, azzal nem mondom, hogy nem lehet kapcsolatot teremteni, de biztos, hogy kicsit bonyolultabb a dolog, hogy iskola után sem, én egy jó iskolába jártam mindig, és amikor már közben elsportoltam, én utána nem az instant nevű kávézóba iszogattam a barátokkal, hanem hazamentem, megcsináltam a leckét, és utána egyből gyakorlásnak fogtam. Mert máshogy ezt nem lehetett volna elérni. Ez egy olyan munka, ami legalább napi 5-6 órát igénybe vesz, de igazából 8-10 is lehet, ha tényleg bajnoki szinten akarsz versenyezni. Na most iskola mellett, akkor kijön az, hogy az is 8-9 óra, plusz még 8-9-et hozzáadsz, az gyakorlatilag egy dupla műszak. És nincs idő emellett nagyon másra. Most azért sokkal könnyebb a helyzetem, hogy őszinte legyek, ugyanis
ugyanis már nem kell iskolába járnom szerencsére, szóval ez úgymond a munkám, amit végezhetek úgy, mint bárki más a munkáját. Tekintetem úgy, amikor otthon gyakorlok, hogy bementem az irodába, ami itt van, és a gyakorlás után van egy szép mennyiségű szabad idő most már, mivel azért nem játszott 16 órát egy nap, szóval most már minden nap 4-5 órát valami másra tudok legalább áldozni, ami egy nagy előrelépés a régebbi életemhez képest mindenképpen. Mikor és hol láthatunk legközelebb versenyezni? Szerintem mostanában minden valós hétvége helyett megrendezett virtuális versenyhétvégén lehet látni. Ha valaki felmegy a Forma 1-es versenynaptárnak utána kutatni az interneten, akkor a dátumokat láthatja. Ha jól tudom, a Forma 1 meg a csapatom is ezt a sorozatot, ezt ameddig nem lesznek valós futamok a valós helyszíneken, a valós hétvég időpontjában folytatni fogja a vasárnap esténként az adott pályán. Szóval például a következő nagy Kína lenne, akkor én most hétvégén is fogok este 8 órától, 9 órától, még nem tudom majd versenyezni, ezt a közösségi médián le lehet követni, és ez így marad addig, amíg nem lesz valós Forma 1. Aztán a hivatalos e-sport szezon meg majd szeptemberben veszi kezdetét elvileg, mint ahogy tette ezt az előző 2-3 évben is. Ott az majd egy külön széria lesz, teljesen önálló, ott is mindenképpen lehet majd engem követni, ha minden jól alakul. Hát köszönöm szépen, Dani, te leszel az első Room News történetében, akinek valószínűleg két részben kerül majd fel a beszélgetése a YouTube-ról, mert egy órát dumáltunk, nagyon-nagyon, és még annyi mindent kérdeznék, lehet, hogy nem tudom, majd csinálunk majd még egy harmadik részt is. Gondolkodtál azon, hogy ki legyen a következő? Akár autóversenyző, akár sportoló, sportriportál, sportújságíró, valahogy a sporthoz köthető. Szerintem Nagy Danit érdemes lenne meghallgatni. Én hozzám, amiért közel áll az, hogy van egy komoly szimulátor otthon, és versenyezget rendesen, emellett egy valós versenyző. Ő nekik mindig nagyon érdekes meghallgatni a véleményét, talán ők állnak legközelebb mindkét világhoz, és mondják a legrelevánsabb válaszokat. Oké, szuper. Köszönöm szépen, megkeresem akkor a Danit. Dani, vigyázz magadra, és ügyesen minden hétvégén, és lehet, hogy fogunk még beszélgetni, mert még egy csomó kérdésem lenne egyébként, úgyhogy lehet, hogy majd még kereslek. Köszönöm szépen én is. Vigyázz magadra. Szia! Köszönöm. Jó napot!